Országos szintfelmérésen vettek részt a kajakkenusok Győrben. Weiss Róbert, a Héraklész fizikai felmérőverseny szervezője elmondta, több éve rendezi az eseményt, és mindig nagyon népszerű. A 10 és 18 év közötti kajakosok, kenusok ilyenkor megtudhatják, milyen fizikai állapotban vannak. Az ország minden részéről 50 egyesület versenyzői vettek részt, vagy vesznek részt a mai napon ezen a versenyen. A felmérési számok a futás, a Cooper futás, fél percig húzóckodnak a gyerekek, egy percig lábat emelnek bordásfalon, és a nagyobbaknak még fekvenyomás súlyzóval a felmérési számok. Bordács Blanka 4 éve kajakozik, még egy éve van az ifi korosztályban. Elmondta, szereti ezeket az évelei felméréseket, most azonban betegsége miatt nem teljesített jól. Célja azonban nem kisebb idén, mint a közelgő síkvízi világbajnokságon elsőként beérni Kanadában. Nekem az utolsó ez a felmérő, mert már utolsó éves ifi vagyok, és hát szerintem jó dolog, bár most 2 hétig beteg voltam, és nem igazán tudtam készülni erre, kicsit jobbra számítottam, de egyébként jó szerintem. A szintfelmérésben résztvevő sportolók úgy gondolják, nagy szükség van erre az évelei felmérőre. Így kiderül a számukra, mik azok a feladatok, amikben még évközben fejlődni kell, ahhoz, hogy sikeresek legyenek az idén. Tavasszal pedig a vízi edzések kezdődnek majd.